Sziasztok, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis Call of Duty Ghost, azon belül a Blitz nevezetű játékmód, ugye ez lenne az egyik újdonsult játékmód, amit látjátok a videó címe Blitz és az öreg fiúk. Egy kicsit később az, hogy miért lett ez a videó címe, addig is egy kicsit a Blitz nevű játékról, hogy mit is gondolok lóra, vagy hogy látom én ezt a játékot. Ugye a lényeg az, hogy van két portálféleség a pálya két végén, és ezeken a portálokon kell átjutnia a játékosnak, hogyha átjut, akkor így szerez pontot a csapatának, de ha már egyszer átmentél a portálon, akkor láthatod, hogy egy 10 másodperces ilyen időt kell várni, hogy újra átmehess, addig viszont hát igyekez életben maradni, hogyha az ellenfél portáljánál vagy, ha a tiédnél van, vagy akkor értelemszerűen igyekez megvédeni. Ez lenne nagyjából az egész játék, nem egy nagy dolog. Hogy mihez hasonlít számomra, engem egy kicsit a Capture the Flag-hez emlékeztet, keverve egy kis SD türelemmel, hogyha lehet ezt így fogalmazni. És itt térnék is rá, hogy miért is neveztem el ezt igazából Blitz és az öreg fiúknak, mert azt hiszem ez a játék fekszik nekem. Úgy értem, hogy olyan öreg fiús, meg lehet válogatni a tempót, nyugodtan ki lehet várni, ki lehet kempelni, majd észre is fogjátok venni ezt a játékot, hogy játszottam. Lehet türelmesnek lenni, lehet észre játszani, lehet rásolva játszani, tehát így nagyon meg tudod válogatni a játék stílusodat, és én azt hiszem igazán meg tudtam itt valósítani azt az én játék stílusomat, ahogy én már manapság játszom a Call of Duty-t, ahogy én szeretem, amit én szeretek elérni a Call of Duty-ből, úgyhogy a Blitz fekszik, azért mondom, hogy ilyen kis öreg fiúsan, nyugodt tempót fölvéve, nem nagyon rásolva, ez a túl rásolt játék már nekem nem az igazi, az azt mondjam, már az már túl régóta játszom a koddal, hogy már ezt így nagyon akarjam rásolni, szóval ez a Blitz számomra úgy nézem, hogy megütötte a tempót, és mivel a Kodgozban nincsenek hatalmas pályák, illetve bocsánat, nincsenek nagyon kicsi pályák, még a kis pályák sem annyira kicsik, így aztán kényelmes tempót fel lehet venni, nem, nincs túlresulva, hogy azok az öreg fiúk, akik úgy érzik, hogy egy kicsit már így nyugodtabb, nyugdíjas tempót vennének fel a Call of Duty-ba azoknak, és illetve náluk már a tapasztalat dominál inkább, mint a rás és a reflex, azoknak azt hiszem a Blitz azért beválhat, mert főleg, nem, még ha nem is ezen a pályán, de főleg a többi pályán nagyon frankó meg vannak csinálva, és jól ki lehet taktikázni, esetleg elből, esetleg kivárni, esetleg támadásnál is olyan útvonalakon lehet támadni, hogy kényelmesen eljuss a pontig, ne lepjen meg az ellenfél. Szóval ki van találva a Blitz, Capture the Flag féleség, ugye juss el be, ott megvan az adrenalin, azért SD féleség, hogy várt ki, amíg a 10 másodperc lejár, próbálj meg életben maradni, vagy tartsd életben a saját, mármint a saját pontodat véd meg, és hogy ne üssenek át rajta, ami azért azt kell, hogy mondjam, elég macer, amivel, hogy az ellenfelet hiába kezded el lőni, mielőtt beérne a pontba, ha nagyon nem kezded el időben lőni, be fog érni. Hiába sebzel rajta egy fél tárnyi golyót, az ellenfél beér és kész, és megúszta, és szerzett magának egy pontot, nem beszélve a killstreak pontról. Úgyhogy észen kell lenni, és egy picit talán a védekező vonalat előrébb tolni, és úgy játszani, mert hogyha rögtön a pontnál kezdjük el védeni a kapunkat, amin át kell jussa az ellenfél, akkor bizony eléggé megnehezítjük saját dolgunkat, mert annyi idő alatt nem tudjuk kilőni, mielőtt beérne a kapuba. Támadás szempontjából pedig azt javaslom, hogy lehet rásolni, vannak kisebb pályák, amelyek Blitzben is megvannak, és akkor ott elég pörgős a játék, ott tényleg durván lehet zúzni, ott nem csinál az ember ilyen statot, mint nekem most sikerült, de ott felpörög a játékot, mindenki megy és rásol, de az ilyen kicsit nagyobb pályákon nagyon frankon meg lehet válogatni a játék stílusodat, és tudod variálni a kemény rástól egészen az ilyen nyugodtabb játék stílusért, amit én itt képviselek, és amit hogy úgy mondjam, végre a Ghostban eljött az ideje, hogy talán így
megmutassam, vagy bemutat, vagy végre kiteljesedjek ebben a játékban, ebben a nyugodtabb játék stílusban is, mert azt hiszem egy jó ideje, most már ez fekszik nekem, a Black Ops 2-vel annyira ezt nem lehet elérni. MV2-vel már nem játszik senki, COD 4-en sokkal játszanak, csak hát már nagyon régi és egy kicsit unom. Úgyhogy Black Ops úgy néz ki, hogy eljött ide közénk, és végre hozott egy olyan játékot, amivel érdemes foglalkozni, hogy úgy mondjam, tehát számomra ez bejött, lehet, hogy újra megtalálom önmagamat ebben a játékban, hogyha már a játékról van szó. Így aztán jót szórakoztam ez a Blitzen, egy jó játékmód, ajánlom mindenkinek, próbáljátok ki, mert amielőtt még kihalna és rátérne a TDM Dominationre az egész Call of Duty Ghost, sokan nevettek azon, hogy ezt nem is Call of Duty Ghostnak kéne hívni ezt a játékot, hanem Call of the Dognak, hogy mindenki a kutyát rakja be készülőknek, ami szerintem kifizette hasznavetetlen. A Juggernaut Maniac egyébként iszonyatosan jó volt Blitz módban, szóval amit láttátok, itt szépen megszerezte szép nyugodt tempóval, aki a utamba volt, lekéselte a következő következő másodperc, már be is rohantam a kapun, szóval itt a Juggernaut Maniacnak nagyon jó haszna van, ajánlom ezt is kipróbálni, de mondom, a Blitz nyugodt játék tempó nyugodt fiúknak, vagy tapasztalt vérrókáknak, szóval ki lehet vele szórakozni magunkat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Good job. Report to command for debrief.